Valódi csodaként élte meg a medinai református leányegyházközség azt az országos támogatást, amit a Magyar Falu program keretein belül nyertek. Nem csak különleges előadássorozatukat valósíthatták meg, de parókiájuk is teljesen megújulhatott. A Magyar Falu program 2019-ben meghirdetett egy pályázatot az üresen álló parókiák támogatására, és erre adtunk mi be egy pályázatot, amit igazából el is nyertünk, és 22,79 millió forint valódi csoda volt a kisebb mint 100 fős gyülekezetünk életében. 15 millió forintot költöttünk a régi parókiánk felújítására, itt lett egy nagyon szép közösségi terünk, amit majd a jövőben szeretnénk használni, és a közművelődési programok megvalósítására, illetve az én béremnek a támogatására is kaptunk ebből pénzt. Körülbelül kétharmada ment a parókiára, 15 millió forint, 5 millió forintot nyertünk el az egyházi kulturális programsorozat megvalósítására, illetve az illetékes technikai eszközök beszerzésére, egyharmadának egy része pedig a közművelődési szakember bérére, programszervezésre költődött. A medinai református leányegyházközség pályázta meg, arra való tekintettel, hogy nincsen adószámunk, a szedresi református egyház segített, tehát az ő adószáma alatt ment a pályázat, és minden elszámolás az ő kezein keresztül valósul meg, és nagyon örülünk református lelkészünknek, Újlaki Tibornak, hogy ő is teljes mértékkel, mint egy teljes szívvel, szellemiséggel támogatta ezt a programsorozatot, hiszen itt egy különleges programról van szó, ilyen a környéken nem is nagyon van, nem is nagyon létezik. Az épületet az idei év márciusában adtuk át a COVID-19 időkellős közepén, addigra készült el. Ugye utolsó programunk a vírus előtt március 1-én volt, és most két hete volt a következő programsorozatunk az új kenyér ünnepén, és a Biblia kenyéről és a bibliai receptű kenyerekről hallhattunk, a Biblia és a kenyér kapcsolatáról egy igazi pék előadásában. Az összesen 8 előadásból álló sorozat témaötletei is Istentől valók, mondja a közösség szervező. Az ötletet abszolút az Úristen adta nekünk, tehát ez nem az én ötletem volt, hogy milyen programsorozattal induljunk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy amikor pályáztunk, akkor ugye le kellett adni egy pályázati programot, és az egész gyülekezet imádkozott, hogy milyen programmal pályázunk, és így rajtam keresztül jött az ötlet, és ez egyik reggel felébredtem, és ezt úgy tett szó szerint éreztem, hogy a tollat a kezembe kell venni, és akkor jöttek az ötletek, hogy a bibliai kenyér, tehát bibliai értékeken alapuló programokat szerettünk volna megvalósítani, és ez akkor így jött az ötlet. Abszolút szakterületekről próbáltunk hívni, saját kutatási területekről próbáltunk hívni előadókat, de ezt úgy gondolom, hogy ez az Úristen kegyelme, hogy mindez megadatott, és hogy minden apró részlet kiadott egy egészet. Úgyhogy ez az, hogy most itt vagyunk, ez is egy nagy csoda. Összesen 8 előadást szerveztünk, abból most már ez a 7., és nagyon reméljük, hogy szeptember 12-én még az utolsó előadásunkat meg tudjuk tartani, a bor és a szőlő kapcsolata a Bibliában, és ezt mind nagyon híres szakemberek az ő saját kutatási területüket bemutatva adják elő, ezért nagyon autentikus és hiteles. Az augusztus 29-én megtartott előadás témája a bibliai étkek és étkezés volt, amit a neves kutató és biológus, a Nemzeti Botanikus Kert kurátora Fráter Erzsébet tartott az érdeklődőknek. Dávid királynak több helyen leírja a Biblia, hogy a katonái mi edettek. Salamon lakomái, Salamon az egyik legnagyobb zsidó király volt, és egy helyen részletesen leírja a Biblia, hogy mennyi húst fogyasztottak. Illést, hollók táplálták, amikor a pusztában volt. Vagy Jézusnak a csodája, kenyérszaporítás. Egy nagyon izgalmas téma kerül sorra. A Biblia ételeiről és az étkezéseiről fogok mesélni. A Bibliát, hogyha valaki olvassa, akkor lépten nyomon belebukkan ebbe a témába, hogy mit ettek, hogy ettek, milyen módon ették, hogy az ételeknek milyen szimbolikus jelentőségük van. Erről hoztam egy kis csokorral, úgyhogy erről szeretnék itt beszélni a hallgatóságnak. Én biológus vagyok, de szűkebb témám a növénytan, tehát botanikus vagyok, és a Biblia növényeiről már megjelent egy könyvem, azzal régóta foglalkozom, és hogy az ember foglalkozik a növényekkel,
mindig előjön az, hogy a növények jó része élelmiszernövény. Tehát tulajdonképpen ez vezetett arra, hogy milyen érdekes ez a téma is, hogy a Biblia ételei. De mivel biológus vagyok, én az állatokhoz is vonzódom, és akkor már jöttek azok is, hogy milyen állati eledeleket ettek, az, hogy jelenik meg a Bibliában, és így került elém ez a téma, és úgy éreztem, hogy a Biblia növényeinek egy nagyon jó szerves folytatása lesz a Biblia ételei és étkezései. Hoztam egy kis apróságot, amit úgy lehet kóstolni, hiszen azért egy előadás az úgy érdekes, hogyha nem csak száraz szövegről van szó, úgyhogy azért, akik itt vannak, majd azért fognak egy kis mazsolát, vagy olajbogyót, vagy egy kis pászkát kóstolni, ezzel is egy kicsit, hát nyilván, hogy ez nem valami nagy lakomára kell számítani, inkább egy ilyen kis illusztráció arról, amiről fogok mesélni, és amiről a fotók fognak majd árulkodni. Most már nagy örömmel jöttem Medinára, mert februárban már egyszer jártam itt, és Lilla olyan szeretettel hívott engem akkor is, úgyhogy most már szinte úgy jövök haza, mint hogyha egy ismerős, kedves baráti körbe jönnék, hiszen februárban már volt egy előadásom, és most is, amikor most Szedres felől jöttem autóval, akkor vonattal jöttem, mert hideg téli idő volt, és nem vállaltam azt, hogy vezessek, nem tudtam, milyenek lesznek az útviszonyok, de most autóval jöttem, és akkor Szedres után így feltárult a falu, háttérbe ezek a dombok, hegyek, a két templom, ahogy látszik, na, annyira gyönyörű fekvésű, úgyhogy gondoltam, még van időm, és el is mentem a Kisaponyi kastélyig, ott fordultam meg, végignéztem a falut, és nagyon nagy örömmel jöttem, mert egy annyira szép hely, hogy ez igazán nekem nagyon örömet okozott, hogy megint itt lehetek.